Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Megnyitották B. Székelysára amatőr festő kiállítását Bátaszéken. Az érdeklődők többféle technikával készült alkotásokat tekinthetnek meg október végéig. Akkor csak azt tudom mondani, hogy ő ahhoz nyújt most itt nekünk bankót, hogy azt meglássuk, hogy bennünk mi van. Hogy mi hogyan reagálunk azokra a képekre, amit ő elénk rak. Mert ő benne még ez van. Mi bennünk pedig azok a reakciók, amelyek a képek láttán megfogalmazódnak bennünk. Kiállításokban szoktak címet adni, meg nevet írni az alkotások alá. Én nem tettem ezt meg, mert mint ahogy a Feri is beszélt róla, én mikor az én képen megszületett, akkor volt egy gondolatom, volt egy ihlet, ami miatt én megcsináltam a képet, de azt gondolom, hogyha megálltok, vagy megállnak a kép előtt, akkor mindenki más lát ezekbe a képekbe, és azt gondolom, hogy ez a jó. A nézők számára nyitott, hogy mit látnak bele egy-egy alkotásába. Ezt hangsúlyozta ki az amatőr tájképfestő és kiállítás szervező. B. Székelysára Szekszárdon született, jelenleg nyugdíjas, és nagy öröm számára, hogy festhet. Én nem értem rá. Fiatalkoromban sok minden mást, egyebet csináltam, a szakmám is más, és készültem, hogy majd nyugdíjas leszek, és ezért kezdtem el 56 évesen festeni. És akkor már volt galériám, tehát akkor már működött a galériám Szekszárdon, és kiállítottam az amatőröknek, mert akkor sem, mint ahogy most sem férnek be a műfázakba, vagy egyéb olyan helyekre az amatőrök, ahova más művészek, akik ezt tanulták. Mi lassan tanuljuk meg kétszer-háromszor ennyi idő alatt, amit ők megtanultak 6 év alatt. A lényeg az, hogy nem jutunk el, és én ezért hoztam létre a galériám, hogy az amatőrök bejussanak. Ezért minden hónapban szervezek új és új kiállítást a kiállítóknak. És akkor úgymond megirigyeltem őket, és úgy gondoltam, hogy na hát én is szeretnék megpróbálni. Nem is csak azért megpróbálni, hanem eljutottam arra az időre, mikor már nekem a gyerekem felnőtt, mert itt van a fiam, 43 éves, az unokám felnőtt már, tehát nem kellett róla gondoskodni, és maradt egy csomó szabadidőm. Tehát ezt az űrt próbáltam egy olyan dologgal kitölteni, ami nekem örömet és boldogságot szerez, és erre próbáltam meghívni azokat az embereket, akik unatkoznak, vagy betegek, vagy nem érzik jól magukat, és egy fél óra boldog fél órát adni nekik. 2010-ben kezdett el olajjal festeni, utána ismerkedett meg a kréta és pasztel technikákkal, de ahogy mondta, itt nem állt meg. Nem állt meg egy bizonyos technikán, hanem mivel én szeretem kipróbálni magamat, és úgymond újabb és újabb technikákat elsajátítani, vagy úgy mondanám inkább, hogy egyedi dolgot létrehozni, ezért én tovább mentem, és megcsináltam ezt az úgynevezett öntés technikát, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon jó a léleknek, a testnek, mert borzasztó színes és csodálatos dolgokat lehet vele művelni. Én olvastam, hogy az olajfestékről átadott. Igen. És az akrilról jött el. Tulajdonképpen ez az öntés, mert az akril egy nagyon gyorsan száradó anyag, és jól lehet vele dolgozni. A másik meg, hogy eljárok én is szakkörökre, különböző művészeket, és a szakköri termekben nem lehet olajat és az oldószerei miatt használni, mert tűzveszélyesek, és kénytelenek vagyunk olyan anyagokkal festeni, ami hát, abár nekem az olaj az igazi, és ma is festek olajjal, de hát kénytelen voltam az akrillal megtanulni festeni. Csak hát én nem maradtam a hagyományos klasszikus stílusnál, hanem elmentem egy kicsit az absztrakt felé, úgymond, mert ezek egy kicsit elvontak és absztrakt. Egy évvel ezelőtt találkozott Budapesten az öntés technikával. Az ősi technikát régen is alkalmazták a franciák és a kínaiak, csak más adalékanyagokat adtak hozzá a festékhez. A végeredményt csak a kézügyesség, a fantázia és a hozzáadott anyagok különlegessége határolja. Az öntéstechnika jó stresszoldó, nem unalmas, és segít az elmének, hogy világos és semleges legyen. Például az a háborgó tengert, mikor csináltam, nem tudom az másnak mit mond nekem egy háborgó tenger, az látszik, hogy a fehér, a zöld, az ultramarin, színből van összeöntve egy pohárba. Tulajdonképpen beleöntöm egy műanyag pohárba egymás után a festékeket többször
egymást követve. És akkor, mikor ez szépen összeáll, nem csinálok vele semmit, nem keverem össze, hagyom, akkor hozok egy vásznat, vagy egy faroslemezt, ami le van alapozva, és egyszerűen ráöntöm a lemezre, attól függ, hogy mit akarok csinálni. És akkor egy olyan alag, és akkor elkezdek játszani, elkezdem hintáztatni tulajdonképpen a vásznat. És akkor hát lesz belőle egy háborgó tenger, vagy egy tengermély, ami ott van mögött. Csak ott megint más színek vannak. Tehát nincsen összekeverve a szín, csak egymásra van öntve. Tehát az, mint írtam a kis ismertetőmbe is, hogy játék a színekkel egy pohárba. Így tudom legrövidebben jellemezni. Én a tisztító tüzet azért csináltam meg, mert háborgott a lelkem, mert úton útfélen sérült a lelkem, mert olyan külső hatások értek, ami nekem nem tetszett. Így tudom kifejezni. Megcsináltam a tisztító tüzet, mert úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi kellene az embereknek. Bocsánat, idézőjelben, ez lehet, hogy egy kicsit nagy szó, de én ezt így képzeltem akkor. És mindenki más lát benne. Én azt, mert azt akartam. Akkor nem kiírjam, kifesti magát. Igen. És mit üzen a nézőnek, megnézik a képeit? Mit lássan ebben, vagy mindig gondolkozzanak el? Hát én azt gondolom, hogy a néző, mikor odáll a kép elé, az azt lássa, amit ő szeretne látni, ami az ő lelkének, szívének jó. Nem kell, hogy ő azt lássa a képbe, amit én látok. Tehát ezért nem is írtam fel a címét, ha bár minden képnek ott a cím. Azt lássa, amit ő akar. Bátaszéken a festő kiállítása október végéig tekinthető meg a helyi Petőfi Sándor művelődési házban. 6. alkalommal szerveztek felvidéki bált Bátaszéken a Felvidék Néptánc Egyesület tagjai. Jövőre fennállásának 20. évét ünneplő Néptánc Egyesületbe jelenleg 4 korcsoportba közel 100-an táncolnak. Zörényi Dávid vasvári táncával vette kezdetét a 6. felvidéki bál Bátaszéken. 4 megye 17 tánc együtteséből összesen 126 gyermek vett részt a Dél-Dunántúli regionális gyermekszóló táncversenyen. Erről a versenyről Zörényi Dávid aranydíjat tért haza. Bátaszéken a Felvidék Néptánc Egyesület tagjaként 6 éve táncol Dávid, ezért nem kellett sokat próbáljon. Rajtam most egy vasvári viselet van, gömör a felvidékről. Gömörbe van egy olyan tánc, hogy vasvári. Tavaly márciusban ezzel a tánccal nyertem meg egy kiemelt aranyminősítést egy szóló táncversenyen. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 2000-ben alakult. Az egyesület alapvető célként a felvidéki néptánc hagyományok megismerését, őrzését és bemutatását tűzte ki. Így a Bátaszéken élő német és székely népcsoportok mellett a felvidéki népi kultúra képviselői is. Az általuk 6. alkalommal szervezett bál egyben szponzorbál is volt, ugyanis a szórakozás mellett az egyesület munkáját is támogatták azok a résztvevők, akik jegyet vásároltak a bálra. Szerencsére nagyon sok szülő, nagyon sok barát, nagyon sok ismerős az, aki szívesen eljön és mulat az egyesület tagjaival, tehát egy nagyon jó hangulatú bál szokott lenni minden évben, reméljük, hogy idén is ez lesz. Az egyesület életében mindenféle szükségletet kielégít ez a költség, tehát ami éppen felmerül, általában viseletekre, úti költségre szoktuk, illetve az egyéb más rendezvényeinkre, ugyanis jövőre lesz 20 éves az egyesület, tehát lesz helye a pénznek, ami összegyűlik, mert jövőre több, nagyobb rendezvényt szeretnénk szervezni, hogy méltóképpen megünnepeljük a 20 éves fennállásunkat. Szerencsére sokan vagyunk, 4 korcsoportban működik az egyesület, felnőtt, utánpótlás, aprók és tipegők csoport. A felnőtt tánccsoportnál egyértelműen a felnőttek, az utánpótlás csoportban az iskolás korosztály, az apróknál az óvodások, és a tipegőknél az óvodásoknál kisebb gyermekek jönnek el és vesznek részt. A legkisebbek még csak foglalkozáson, tehát ilyen ringató, ölbéli játékokkal, zenével ismerkednek, de a másik 3 tánccsoport az már a tánccal, népzenével, népdalokkal ismerkedik. A csoportnak az a
az a különlegessége, hogy tényleg felvidékről hívunk koreográfusokat, tehát tiszta forrásból merítjük az anyagot. Igyekszünk mindig autentikus táncokat, műsorokat színpadra vinni, tehát aki a felvidéket egy kicsit is szereti, vagy érdeklődik iránta, az a tánccsoport műsoraiban abszolút meglelheti örömét, mert tényleg nagyon nagy kedvel, nagy lelkesedéssel tanuljuk, és még nagyobb szeretettel adjuk tovább a közönségnek a felvidéki hagyományokat. Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb Európa-bajnokságát tudhatja maga mögött, a közeli napokban lezajlott budapesti EB után a Bátaszék ESE karate szakosztálya. Tucatnyi arany önmagáért beszél a generációváltáson éppen csak túleső klubnál, ahová időközben több már felnőtt korcsoportú egykori versenyző is csatlakozott, akik szintén remekül szerepeltek. Több oka is volt az ünneplésre a bátaszéki ESE karatékáinak az elmúlt héten lezajlott budapesti Európa-bajnokság után. Nagy Ákos vezetőedző irányításával a 90-es évek közepétől számítva már ez a negyedik, de lehet, hogy az ötödik vadós generáció épül fel, amely az éppen aktuális Európa-bajnokságokon is képes aranyakat begyűjteni. Nincs generációs ül, jönnek az újabb, magas képzettségű, kiváló, győzelemre termett küzdő és harcképességű versenyzők. Egyéniben és csapatversenyben, a gyerekektől a felnőttekig, kümitében és katában egy tucat aranyat, vagyis Európa-bajnoki címet szereztek a bátaszékiek a budapesti vadó Európa-bajnokságon, megidézve ezzel a legsikeresebb éveket az elmúlt negyed századból. Volt egy pár olyan versenyzőnk, aki gyakorlatilag legyalulta a mezőnyt. Tehát ilyen az Izsák Bence, aki még a döntőben is 8 pontos győzelmet tudott aratni, de ilyen a Győri Li, aki most sorozatosan nem úgy jött ki neki a lépés, ráadásul legutóbb a Cikádor kupán még egy bokaszalag húzódás is hátráltatta, tehát fel kellett adnia konkrétan 2-3 héttel ezelőtt még egy versenyt, és felépült, és gyakorlatilag átgyalogolt a mezőnyön. Tehát kétség nem férhetett hozzá, hogy ő uralja ezt a mezőnyt. Tovább ott volt a Kaszás Maja, akinek nem volt olyan mérkőzése, hogy ne szerzett volna ippon értékű találatot. A Romány Ivid a katában valami olyasmit alkotott, hogy kétség nem fért hozzá, hogy a felnőtt férfi forma gyakorlatban ő a legjobb a stílusban. A visszatérő, illetve hosszabb sérülésből felépülő felnőttek, mint például Romány Ivid, Kaszás Maja, Faller Martin mellett a hazai versenyeken remeklő új bátaszéki generáció is kivágta a rezet az EB-n. Nem csak küzdelemben, hanem formagyakorlatokban is tűnnek fel az új tehetségek Nagy Ákos karate műhelyében. Itt vannak a kicsi fiú csapatkatások, a Váncsa Zsombor, a Puskás Donát és a Zelekes Máté, akikből most 3 hónap alatt csináltunk egy olyan szenzációs kata csapatot, akik erre joggal lehetünk büszkék, vagy itt vannak a kicsi lányok, az Izsák Fruzsi, a Hefner Zsófi, a Péter Panna, akik fantasztikusan küzdenek. Szóval lehetne a neveket sorolni, és én annak örülök, hogy az utánpótlásba is fel tudunk sorolni olyan neveket, nem csak a régi nagy neveket, hanem igen, most már joggal lehetünk büszkék olyanokra, akik az utánpótlásból jönnek fel, és azért ez egy reményt adó dolog a jövőre nézve. Visszatérve a felnőttekhez, Faller Martin egy csapat arany mellé egy igen értékes bronzérmet is szerzett, egy nagyon nehéz ágról eljutva a dobogó 3. fokáig. Az első mérkőzés, ami lett volna egy írversenyző ellen, az sajnos elmaradt, mert valamiért nem volt itt. Ugye így egyből az elődöntőben voltam, mérkőzés nélkül, és a magyar ellenfelemnek már volt 2 mérkőzés a lábába. Most lehet azt mondani, hogy valakinek ez jó, mert ugye kipihentebb lenne, de ugye nem éreztem én úgy még a küzdőteret, mint az ellenfelem. Meg ugye ismertük is már egymást, tehát tényleg gyakorlatilag a 3 perces küzdőidőből egy olyan 2 percig ment az ellenfélnek a reakcióinak a kiismerése, és ugye utána, tehát konkrétan 3 pont volt azon a mérkőzésen, ugye 2-1-re veszítettem sajnos. Úgy érzi, az a stílusváltás, ami nála az utóbbi évben bekövetkezett, legközelebb akár egy egyéni EB aranyra is esélyessé teszi. Alapállásnál ugye akár balos, akár jobbosban az első kezem úgy kezd egész jó lenni, egész gyors, pontos, illetve a kombinált támadásokra kell most már ráépítsem a küzdésemet, illetve egyszer-egyszer meglepetésszerűen elengedni akár egy lábrugást, mert az is már kezd egész jól összeállni.
túl azon, hogy a bátaszéki versenyzők a várakozáson felül szerepeltek a hazai EB-n, még egy nyomós ok volt az ünneplésre. A Magyar Karate Szövetség ugyanis a bátaszéki tímet kérte fel a kontinens viadal megrendezésére, amit Nagy Ákosék közmegelégedésre végeztek el. Bozsulik Róbert polgármester a versenyzőket köszöntő ünnepségen ezt sem csak úgy zárójelesen említette. Büszkék lehettünk ezen a napon is a bátaszéki karatesportolókra, és büszkék lehettünk a sportvezetőkre is, hiszen nem véletlenül kapta meg Nagy Ákos és szervezőcsapata az Európa-bajnokság szervezési feladatait is, ebben is jelesre vizsgázott. Azok a stábtagok, akik eddig a Cikádor és Széki kupán, illetve a házi versenyeken mellettünk tevékenykedtek, azoknak most egy-egy terület ki volt adva, és ezt tökéletesen ellátták, szóval tudtam, hogy jó kezekben van az a terület. Tehát a Zsolt csinálta a staffot, az Antal János barátom csinálta az adminisztratív dolgot, a Szilágyi Péter volt, a Jolly Joker a fő probléma megoldó. Na és a szülőkről se feledkezzünk meg, akik a bátaszéki nagy-nagy karate családot alkotva most is sok apró, de fontos dologban maximálisan segítik az edzők és a gyerekek munkáját. Legyen szó egy-egy hétközi edzésről, vagy éppen az év főversenyéről, mint most egy Európa-bajnokságról. Most rövid reklám következik, majd Adorjáné Mártához látogatunk, aki 25 esztendőn át volt bátaszék főépítésze, és ebben az évben munkájáért Pro Urbe díjat kapott. Minden szentek napja mindannyiunk életében a csendes emlékezés időszaka. Hogy méltóképpen idézhessük vissza eltávozott szeretteinket, ebben segítünk Önöknek. Válassza ki egy helyen, az Otthon Mix kisáruházban, ami az ünnephez szükséges. Koszorúk, gyertyák és kegyeleti tárgyak nagy választékát találja nálunk. Több negyed évszázadot dolgozott bátaszék felvirágoztatásáért. Nincs olyan utca, ház vagy fejlesztés, amely valamilyen módon ne viselné a keze nyomát. Azt mondja, két hazája van, az egyik Erdély, ahol született, a másik bátaszék. Adorjáné Márta tevékenységért az idén vehette át a Pro Urbe díjat. Adorjáné Márta 1989. januárjában települt át Magyarországra Csíkszeredából. Nem sokkal később bátaszéken kapott állást a polgármesteri hivatalban. 26 esztendőn keresztül szolgálta a város ügyeit. Bátaszék nekem az első és egyetlen munkahelyem itt Magyarországon, ahol 26 évet dolgoztam egyfolytában, egész a nyugdíjba vonulásomig. Akkor bátaszék ugye egy nagy község volt, és tulajdonképpen a építésszemmel nézve inkább a községi arculatát mutatta, mint sem a városias arculatát, hisz ugye a főutcán két oldalt mély vízelvezető árkok, az autóbusz a templom előtt forgolódott, hát az utcáknak körülbelül egyharmadának volt szilárd burkolata, szennyvíz körülbelül az is olyan egyharmadában az utcáknak volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden volt, ami fejlesztésre, szépítésre, átépítésre szorult. Bekerültem az építési és városüzemeltetési irodába, azonnak tulajdonképpen egyrészt hatósági jogköre volt, ugye építéshatóságként is működött, építési engedélyeket adott ki 6-5 településre kiterjedően, másrészt pedig a település fejlesztéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végzésébe is részt vállalt. Hát természetszerűen nem egyedül voltam, mert egy kis kollektíva és közösen csináltuk eleinte, többnyire az engedélyezési részsel foglalkoztam, az előző munkámból adódóan is közelebb állt hozzám. Tehát úgy lassan rákényszerült az ember, hogy mindennel foglalkozzon. Hát tulajdonképpen az, amit a városüzemeltetés, városfejlesztés témakörben csináltam, az is egyfajta tervezés volt, kapcsolódott ahhoz a munkához. Természetszerűen jöttünk ötletekkel is, és az ember, ha ott él, hallja az embereknek is az ilyen-olyan panaszait, hogy ez nincs, az nincs, ezt kéne megcsinálni, azt kéne megcsinálni. Hát minden évben, mikor a
készültek a következő évre a költségvetések, akkor az irodánk elő kellett készítsen egy anyagot, amivel hogy mit javasol, hogy készüljön, tehát útépítésbe, járdaépítésbe, épületek felújításába, azokat ugye beárazva, és abból aztán született a döntés, hogy mi az, ami belefér a költségvetésbe, mi az, ami nem, és jöttek a pályázatok is sorba, amit az önkormányzat megpályáztatott, és ennek alapján is rengeteg fejlesztés valósulhatott meg. 1993 és 94-ben készült az a pályázati anyag, melynek eredményeként Bátaszék elnyerhette a városi címet. Ennek előkészítésében Adorjáni Márta jelentős szerepet vállalt. Abba elég sok munkát fektettem, és jelentős mértékben részt vettem annak a pályázatnak a megírásába, de hát itt is el kell mondjam, hogy anyagot kell gyűjteni, nagyon sok mindenki segített, tehát nem egyedül az én érdemem az a pályázat, hanem. De jó volt arra is, hogy még jobban megismerhettem a várost, mert ugye ennek a pályázatnak, ahogy témakörönként tárgyalódott benne a város állapota fejlődése, vissza lehetett menni egész a régmúltig, kezdve addig, hogy Bátaszék valamikor mezőváros volt, hogy lévén, hogy közlekedési csomópont, ez milyen fejlődési dolgokat hozott, tehát minden fejezetnek volt egy történeti része, hogy honnan fejlődött, hová és miért indokolt, hogy megkapja a városi rangot. Bátaszék a második otthonom, mondja. Ha valaki ennyi ideig él egy közösségben, óhatatlanul részesévé válik mindennapjainak. Erdély az egyértelmű, hogy az otthonom. Ugye ott születtem, ott jártam iskolába, ott éltem 39 évig. 39 évesek voltunk mi a férjemmel, mikor áttelepültünk, tehát az otthonom is, ez mindig is az maradt. De a második otthonom az Bátaszék, valahol Szekszárdon lakok. Most kezdtem azóta, mióta nyugdíjba mentem, és ugye többnyire Szekszárdon vagyok, azóta kezdem egy kicsit Szekszárdot is magaménak érezni, de addig számomra Szekszárdra hazajöttem, itt volt egy lakásom, itt volt a családom, de otthon én Bátaszéken voltam. Mert Bátaszéken mai szennapig, ha végigmegyek, szinte nincs olyan utca, ahol valami ne történt volna az alatt a 26 év alatt, amiért kötődöm ahhoz az utcához, mert vagy épült egy út, vagy egy járda, vagy mit tudom, a szomszédok összeveztek, és helyszínelni kellett, és megpróbálni kibékíteni, vagy megoldani azt a problémát, ami a panasz tárgya volt, tehát, vagy új épület épült, ott építkezés során járt ki az ember engedélyezés során, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Bátaszéket a mai szennapig, és magaménak érzem, mert hát beújom a szememet, és le tudom az utca hálózatát rajzolni. Nagy meglepetés, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor a polgármester úr megkeresett, hogy arra gondoltak, hogy megkapom a Próbe Bátaszék címet, illetve díjat. Nem számítottam igazából rá, de nagyon-nagyon jól eső érzés volt az, hogy 5 év után is még úgy gondolják, hogy én az, amit azért a városért tettem, vagy amit én ott munkám során elvégeztem, hogy azért megérdemlem ezt a díjat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!